Bízom benne, hogy a művet is megszerettétek. 30. alkalommal szervezték meg a Móra Hétvezér elnevezésű versenyt a Hétvezér általános iskolában. Egy könyvből van egy verseny, és akkor vannak állomások, és ott fogunk így állomásról állomásra menni, és ott megcsinálni a feladatokat. És hogyan készültetek erre? Hát úgy, hogy ki kellett olvasni a könyvet, és a könyvtáros Zita néni, és a tanítónénénk Anna néni, ővel csináltunk feladatokat. És milyen volt maga a könyv? Vicces, érdekes, szórakoztató. A csapat neveket ráírtátok a papírra. Utazási iroda, okosterem, ügyességi játékok, a megye 11 iskolájából érkeztek versenyzők az interaktív mese délutánra. A program célja az olvasás népszerűsítése. A Móra Hétvezér vetélkedőnek a célja ugye az olvasásra nevelés része, hogy minél inkább szeressék a gyerekek a könyveket és olvasni, és úgy gondolom, hogy azért maradhatott ez fönn, és marad fönn egyelőre még mindig, és a 30. születésnapját ünnepli, mert hogy sikeres, tehát hogy szeretik a könyvön alapuló akadályversenyünket, ugye egy mesés akadályversenyként indult. Az iskolások 8 helyszínen mérhették össze tudásukat és ügyességüket, mindezt úgy, hogy teljesíteniük kellett az állomásokon a regényhez kapcsolódó feladatokat. Ezúttal Egressy Zoltán a Virágot jelentő deszkák regényét dolgozták fel a gyerekek játékos formában. A Virágot jelentő deszkák, az ugye látszólag, hogyha nem figyel az ember, akkor a Világot jelentő deszkának hallatszik, és akkor ugye színházról szólna, de valójában gördeszkásokról szól. És hogy miért jelentenek virágot ezek a deszkák, hát ezzel kell olvasni a könyvet, de elárulom, hogy van egy fiúcsapat, ők nagy gördeszkások, és van egy lánycsapat, ők virágnevű lányokban állnak, tehát csak az lehet a csoporttag, akinek virágneve van, Kamilla, Ibolya, ilyesmi, és hát akkor az ő konfliktusukról szól ez a könyv, és hát ez egy kamasz regény, sok-sok szerelemmel, meg konfliktussal, meg derűvel, meg ilyesmivel. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a gördeszkapályán. Egy nagyon érdekes akadálypályát állítottunk nektek össze. A verseny egyik legkedveltebb helyszíne a gördeszkapálya volt, ahol a kisdiákok a fürkeségüket mérhették össze. A vetélkedő végén a legtöbb pontot gyűjtő csapatok értékes ajándékokban részesülhettek.